Ezek a felvételek múlt hét hétfőn készültek Tiszabecsen, a 9. Petkupa rajtja előtti pillanatokban. Akkor arra számítottak az indulók, hogy körülbelül 7-8 tonna hulladékot fognak kiszedni a Tiszából és az árterekből. Ezeket a felvételeket pedig már a természetfilm.hu csapata készítette útközben. Tiszta volt, úgyhogy nem sokat tudtunk összeszedni. Csalódottságot érzek a hangotokból. Nagyon örülünk neki, hogy csak ennyi dolgunk volt. Bár hulladék kevés volt az első napokban, nehezítő körülmény több is akadt a vizeken. Az időjárás volt az egyedüli kihívás, mert a felső szakaszon nagyon nagy vízhozammal, nagyon gyorsan haladtunk, nagyon nehéz volt kikötni emiatt. Itt ezen a területen sokkal sekélyebb vizek szoktak lenni, sok-sok lapállyal vagy palallyal, ahogy errefelé mondják. Így nehezebb volt az első napon a hulladékgyűjtés, és igazából az első szakaszon inkább csak a túlélésért küzdöttek a csapatok, hiszen 12-15 km/órás vízzel jöttünk lefelé, míg mondjuk egy lejjebbi szakaszon 3-4, akár még ennél is lassabb folyóval találkozunk. Rengeteg zátonyt kellett kerülgetni, kidőlt fákat, tehát eléggé kalandos volt az első nap, hulladék szempontjából viszont így visszafogott volt. A tendencia pedig a túra során végig érezhető volt. Idén az Ukrajnával közös szakaszon tisztították a petkalózok a Tiszát, így a hulladékok jelentős több mint 90%-a ukrán feliratot tartalmazott. Viszont meglepte a résztvevőket, hogy a hulladék nagy része nem pillepalack volt, hanem üveg. A verseny végén a mérlegelés 6 tonnát mutatott, ennyi hulladéktól szabadították meg a Tiszát mindössze egy hét alatt. A 6 tonna hulladékot szétválogattuk, különböző frakciók hulladékáramok szerint, így külön üveg, fém, műanyag, a műanyagokat különböző fajtáikra is válogattuk, illetve a PET-palackokat színre is válogattuk, illetve hát ugye a kupakokat leszettük róla, hiszen ez egy másik típusú anyag, műanyaganyagból van. Így aztán azt lehet mondani, hogy tényleg amennyire lehetett szétválogattuk, és a különböző szolgáltatók, akik átveszik ezeket a hulladékáramokat, ők ezeket visszaforgatják a körforgásba. A kommunális hulladék az idei merítésből közel 30%, a többi 70% valamilyen formában biztosan újra hasznosul.